Kísérletünkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy az elektromos töltéseket, amikor szétválasztjuk, akkor az hogyan lehet láthatóvá tenni, hogy azok mindenáron vissza akarnak rendeződni. Kísérletünkben két kollégám fog segíteni, Tamás és Márk, és akkor az a feladatuk, hogy bubifújó képességeiket kicsit titoktassák. Először még mindenféle elektromosság nélkül csak megnézzük, hogy mi van akkor, hogy egy átlag ember testében azonos mennyiségű pozitív és negatív töltéssel buborékokat fúj. Próbálják esetleg fölfele is. Úgy. Hát látjuk, hogy a buborékok röppennek, aztán egy idő után, amikor a lendületük lefékeződik, akkor hát így elkezdenek szépen lefele hullni, mindenfelé mozognak, teljesen mindenféle különösebb, de szép nagy lett, mindenféle különösebb szándék vagy irányultság nélkül. Na de mi van akkor, hogyha egy Van de Graaff-féle szalaggenerátor segítségével kettejük között jelentős elektromos töltés megosztást hozunk létre? Tamásból pozitív embert csinálunk, és Márk lesz a negatív. Egyébként nem, mind a ketten nagyon pozitívak máskor is, de a lényeg az, hogy most úgy választjuk itt a töltéseket, hogy azokat, amiket elveszünk Tamástól elektromos töltések, azokat megkapja Márk. Így lehet, hogy kicsit pozitívabban tűnik most már. És akkor így viszont az ő testükben, az egész testfelületükön mindenhol gyakorlatilag többlet elektromos töltés lesz Márknál, és elektromos töltésből, negatívból hiány lesz Tamásnál. Nézzük, hogy ilyenkor mi van, hogyha elkezdenek buborékot fújni. Ugye nyilván az a buborék, amit kifújnak, az is a megfelelő elektromos töltéssel fog rendelkezni. Gyakorlatilag ezzel egy picit a részecskéknek a kis... az elektromosnak ilyen részecske természetét próbáljuk vizsgálni. Na nézzük, akkor elkezdjük tekerni. Most először akkor Márk, Lici, fújjás magadban buborékokat. Fölfele. Óha! Azt hiszem, hogy kicsit megváltozott a buborékoknak a mozgása. Most próbáljuk meg függőlegesen fölfele, ha esetleg az sikerül. Ó, és Tamás jönnek bele Márkba! Látható, hogy ezek a buborékok először is sokkal jobban széttartanak. Ó, és visszafordult. Egyik leadta a töltést, másik vissza. Nagyon szépen látszik, hogy a buborékokon keresztül a többlet elektromos töltés áramlik kettejük között. Gyakorlatilag egy ilyen miniatűr elektromos áramot hoztunk létre szappan buborékokon belül. Na hát körülbelül egyébként a valódi elektromos áramot is így kell elképzelni, ott is részecskék mozognak, csak hát nem szappanbuborékba zárva. Hogyha tehát ezt a berendezést beüzemeljük és működésbe hozzuk, akkor ugyanúgy, mint ahogy mindig, amikor az ember mondjuk egy trambulinba ugrál és égnek áll a haja, a töltéseket ugye ez a rendszer képes szétválasztani. A töltések egyik fele kerül csak erre a gömbre, gyakorlatilag rendet rakunk a töltésekben. Na de a természet soha nem szeret a rendezett állapotban maradni, nézzük meg ezt elektromosan, hogyan kell elképzelni. A természet mindig a rendezetlenség felé törekszik, magyarázatokat pedig ma megbeszéljük. Következő kísérletben azt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon mi lehet ezekben a lufikban, és ezt hogyan tudjuk eldönteni. Ugye jelen pillanat azt talán látszik, hogy mindhárom arra törekszik, hogy fölemelkedjenek a magasba, hiszen ha én lenyomom őket az asztal lapjára, akkor ugye annyira fölemelkednek, amennyire ez a madzag engedi őket. Nyilván, hogyha nem lenne rajtuk egyáltalán madzag, akkor ők mennének fölfele gyakorlatilag akármilyen magasra, nyilván bizonyos határok között. Viszont most itt mindegyikre madzagot kötöttünk. Nyilvánvaló, hogyha minél magasabbra emelkedik egy lufi, az azt jelenti, hogy ő annál hosszabb madzagot visz magával. És ez alapján érdemes lenne majd összehasonlítanunk, hogy vajon melyik hogyan emelkedik. Az fontos megnézni, hogy ez a lufink egy picit nagyobb, mint a másik. Ez a kettő nagyjából egyforma méretű, ez egy picit nagyobb, mint a másik. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy amikor ezek fölemelkednek, akkor őket valójában a levegő emeli, akkor őket, ezt a lufit igazából több levegő emeli, mint a másik kettőt. Nagyobb erő hat rájuk erre, nagyobb hat erre, mint a másik kettőre. A másik kettőre nagyjából egyforma. Na nézzük meg, hogy melyik lufi esetében bír el a levegő a lufin kívül még több madzagot. Jó? Kezdjük mondjuk akkor ezzel a naggyal. Azt mondom, hogy ezt a nagyot leoldom innen az asztalról, és nézzük meg, hogy
hogy meddig emelkedik. Hát ennyi, ennyi madzagot bír el a levegő. Jó, és akkor nézzük meg a következőt. A következő mennyi madzagot bír el. Ez egy kisebb lufi, tehát kevesebb levegő emeli. Tehát kisebb erő hat rá. Ennek ellenére láthatóan magasabbra kiegyenesítjük. Magasabbra megy. És van egy harmadik lufink, ami ugyanakkora, mint az előző, tehát nagyjából ugyanakkora mennyiségű levegő emeli. Na nézzük ezt. No. És akkor ez alapján, amit itt látunk, most már számos dolgot ki lehet számolni, meg lehet fejteni.